érik egy hónapig, és akkor teljesen mézszerű, nagyon szép sárga színű átalakult a cukor mézzé. Ah. Tehát akkor ez cukor rajta, kristálycukor. Kristálycukor. Uh-huh. És így napra kell kitenni, és akkor úgy a fenyőrügyeket, és a rügyeket kell levenni? Mikor legfrissebb a fenyőrügy, ilyenkor tavasszal, akkor szoktuk szedni. Aha. És akkor úgy rétegesen beletenni. És mire jó ez a fenyőméz egyébként? Hát hörkrut, vagy tüdőgyulladás, vagy megfázás, fogyasztani kell, mint a mézet. Aha. Tehát akkor egy sor ilyen fenyőrügy? Igen. Egy sor cukor, és akkor úgy néha-néha majd, ha már jól van, akkor én ezt megkevergetem. És akkor mikor készen van, akkor pedig leszűröm, lecsepegtetem, és akkor méz.